Babics Mihály, esti kérdés. Ötös és hatot feles pseudójampus. Midőn az est, e lágyan takaró, Fekete síma bársony takaró, Melyet terít egy óriási dajka, A féltett földet lassan eltakarja, S oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szírma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, el lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyáz, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt. Vagy fáradtan, domboldalán, ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, Vagy országúton, melyet porlepett el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédűj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város bolygván keresztül, állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a riván, hol lángot apróz mat Opál tükör, mereng a messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek földnek. Elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván, Ez a sok szépség mind mire való. Mégis arra fogsz gondolni árván, Minek a sejmes víz a tarka márvány, Minek az est ez szárnyas takaró. Miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vet magvető? Minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bús danaid lányok, s a nap, ez égő, sziszi kő? Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét nem lelő idő? vagy vedd példának a piciny fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?